A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, bár egy kicsit döcögősen, de úgy tűnik, hogy azért beindul a nyár, és ezzel beindul a hőguta, és beindul a szabadtéri sportok szezonja is, már azoké természetesen, amelyek nem eddig zajlottak le különböző bajnoki rendszerekben, de például az atlétika azon sportágak közé tartozik, amely azért igazán jó szabadtéren, nagy stadionokban, nagy közönség előtt érzi jól magát, nem mint hogyha a fedett pályás versenyeknek ne lenne meg a maga varázsa. Itt Székesfehérváron is megszokhattuk, hogy azért az atléták egész évben aktívak, hiszen a létesítmény helyzet szerencsére lehetővé teszi, de azt hiszem, hogy az Arak képviselői, az Arak szakemberei is örülnek, hogy most már tényleg itt van a főszezon. Annál is inkább, mert csodálatos jubileumot ünnepel ebben az évben a fehérvári atlétik, ugye 100 éves egészen pontosan. Különböző periódusai voltak persze ennek a 100 évnek, de összességében elmondhatjuk, hogy 100. születésnapját, centenáriumát ünnepli tehát a sportág itt a városban. Ennek megfelelően az Arak már két nagy ünnepi eseményen túl van, ezekről meg az elkövetkezendőkről is beszélgetünk most Tölgyesi Előddel, a szakosztály igazgatójával, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, köszönöm. Megszokott dolog, hogy bejössz időnként, amikor van ugye miről beszámolni, eredményekről is, meg eseményekről is. Kezdjük azzal, hogy tényleg milyen érzéseket vágtatok neki ennek a 2024-es évnek, amelynek a fele már eltelt, de nyugodtan mondhatjuk, hogy még mindig nagyon sok minden az Arak előtt áll, ugyanakkor azért nagyon sok alkalom már volt, hogy ünnepeljétek a centenáriumot. Igen, 1924-ben elődeink szó szerint tehetnek arról, hogy legyen mit ünnepelni, és akkori történelmi vonulatába illő Arak alapításról az a minimum, hogy évente megemlékezünk, az pedig, hogy 10 évente és 10x10, azaz 100 évente is sikerül most visszatekinteni, megemlékezni, ez úgy gondolom, hogy már tavaly év végén, amikor elkezdtük ezt tervezni, ötletelni, kigondolni, hogy egyáltalán milyen eseményekkel hogyan ünnepeljünk, már akkor éreztük, hogy ez nem egy hétköznapi, hiszen ha belegondolunk, azért nagyon jó eséllyel a mi életünkben egyszer leszünk 100 évesek. Hát, és ha leszünk, az már a jó eset. Így van, nem tudom, hogy van-e egyébként, vagy tudomásotok van-e valakiről, aki netán, hát ha nem is 100 évvel ezelőtt, de közel ehhez a alapítási évhez született, és netán már az ősi időkben is részese volt, vagy tagja volt a fehérvári atlétikának, de hát gondolom azért ez a fajta kutatómunka, vagy ismeretszerzés is hozzá tartozik ahhoz, hogy mit tudtok meg magatokról, vagy mit tud meg magáról az atlétika. Nemrég volt egy olyan jubileumi esemény, amelyről majd mindjárt beszélünk, ahol azért látszott, hogy tényleg akár több évtizede a fehérvári atlétikában dolgozó vagy versenyző sportemberek még a mai napig aktívak, illetve ugyanúgy részesei az Arak családnak. Igen, hát nyilván, hogy a alapításkor a megyei főispán úr, illetve azok a fontos személyek, akik az alapításban részt vettek 1924-ben, most már nem lehetnek természetesen velünk, meg aztán a történelmi vonulat is ugye úgy alakult, hogy 1993-ban újra kellett alapítani az Arakot, és újra fölvettük a város egyik legrégebbi egyesületének a nevét, így lettünk újra a Videóton után Alba Régi Atlétikai Klub. Úgyhogy elsősorban azért a 93 óta velünk dolgozó, nálunk nevelődő és nálunk versenyzővé válók, és ezeknek az ő eredményeikről tudtunk elsősorban megemlékezni, és velük találkoztunk, és tényleg elevenítettük föl az elmúlt több mint 30 évét, 30 aktív évét a elmúlt 100 évben. Hát igen, annak az időszaknak viszont nyilván nagyon sok tanúja ma is aktív, még adott esetben a szakosztályban dolgozik, vagy visszajár, vagy szép emlékeket őriz.
De kezdjük ott át, hogy amikor terveztétek ezt a jubileumi évet, akkor mik voltak a sarokpontok, aminél úgy gondoltatok, hogy annak mindenképpen meg kell lennie egy ilyen különleges centenárium alkalmában? Hát ugye nem szeretek közhelyeket mondani, de mindenki annyi, amennyi a múltja és amennyi a története, és hogyha valaki a történetét a múltjára nem büszke, vagy abból nincs mit az utókor számára felmutatni tanulságként, példaként, akkor kevésbé értékteremtő. Mi pedig maximálisan úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 100 évben nagyon sok személy, nagyon sok cselekedete, az igenis példaértékű, és értéket képez nem csak a mi kis közösségünkbe, az Arak életébe, az Egyesület szempontjából, hanem a tágabb értelembe a város és az ország szempontjából is. Úgyhogy mindenféleképpen az elmúlt 100 év legfontosabb személyiről és cselekedeteikről meg szerettünk volna és meg is emlékeztünk, és nyilván, hogy az utókor számára a jelen fiataljai és a később atlétává válóknak szeretnénk egy olyan példamutatást és egy olyan évenkénti megemlékezési lehetőséget tartandó emlékművet, olyan döntéseket, olyan díjakat alapítani és átadni, amelyek évről évre megemlékezést, méltó megemlékezést nyújtanak az elmúlt 100 évről. Ugye az ünnepi események sorában, hát talán mondhatjuk, hogy az első volt legalábbis tényleg a szervezett ünnepségek között a díszközgyűlés, amelyet a Városháza dísztermében, ahol általában a városi képviselőtestület ülésezik, tartottatok. Ott valóban nagyon sokan megjelentek, és sokaknak ugye valamiféle tárgyi kifejezését tudtátok adni a megbecsülésnek, meg a jelentőségének. Ez hogy sikerült, hogy értékelted azt, hogy hányan voltak ott, és maga ez a külsőség, ami azt jelenti, hogy a város emblematikus helyszínén lehetett megtartani ezt a közgyűlést, ez azért elég méltóvá emelte magát az ünnepséget, úgy hiszem. Így van, ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónak, segítőnek, aki nem csak a díszközgyűlés kapcsán, hanem akár az elmúlt évtizedekben, akár pedig idén, tényleg a 100 év kapcsán, az ünnepségek kapcsán segítséget nyújtott. És amikor ezt a ünnepi közgyűlést is terveztük, szerveztük, és a Városházán tettünk látogatást, akkor nagyon jó volt azt hallani, hogy tényleg a város második legidősebb egyesületeként nem volt kérdés a város vezetői számára, hogy ezt az ünnepi közgyűlést a város dísztermébe tartsuk meg. A jelenlévők, a meghívott vendégek pedig tényleg visszaigazolást nyújtottak, hiszen voltunk 180-an, megtelt a Városháza, még fönt a karzatra is ültek páran. Tehát egy egyértelmű visszajelzése volt annak, hogy mindenki az itt eltöltött rövidebb, hosszabb idejére, legyen az sportoló, legyen az edző, legyen az elnökségi tagként, támogatóként jelenlévő, nagyon jó ízzel és szájízzel gondol vissza azokra az időkre, amikor itt volt, vagy még mindig itt van. 180-an voltunk ott ünnepelni, és azért nem többen, mert ennyi volt a terem befogadó képessége, tehát nekünk is meg kellett húzni egy olyan protokoláris szempontok szerinti listát, hogy kiket hívjunk oda, és kiket hívjunk pedig a másik már lezajlott eseményre, ami inkább sportosabb, ami nekünk inkább profilba vág, ez pedig az Araknak a sportnapja volt. Így van, erről is szót ejtünk. Még annyit tudom, soha nem hálás dolog, és nem is lehet nyilván kiemelni senkit akkor, amikor ilyen óriási ünnepség kapcsán nagyon sokakról van megemlékezni való, olyanokról is, akik már nincsenek köztünk, olyanokról is, akik a mai napig aktívak. Azért egy-két nevet biztos ki lehet emelni, akiknek alapjában köszönhető, hogy ma az Arak így, ahogy van. Tehát nem csak, hogy ez a 100 év eltelt és eredményesen telt el, hanem hogy a mai napig az Arak tudja továbbvinni az elődök zászlóját. Igen, hát nyilván 1924-ben a megyei főispán alapításával létrejövő egyesületnél nélkülözhetetlen az ő személye is megkerülhetetlen. Nyilván, hogy a 1945 óta eltelt időszakban nem volt aktív az egyesület. A 93-as újraalapításnál pedig egyértelmű, az akkori alapítóelnök, édesapám, Tölgyesi Ferenc
És Hirt Károly, aki az elmúlt 24 éve most már elnöke az Egyesületnek, az ő mindennapos, rendkívül alapos, precíz, odaadó munkája, munkájuk nélkül nem csak eredmény nem lenne, hanem ilyen összetartó közösség, ilyen tényleg olyan sportegyesület, ami úgy működik elsősorban, mint inkább egy család, sem mint egy cég vagy egy gazdasági társaság. Erre akartam egyébként külön rákérdezni, és valóban, ahogy említetted, édesapádat, neki óriási szerepe volt az Arak újkori újjáélesztésében és megszervezésében. Hirt Károly pedig hát ugye még edzőként kezdte, hát fiatal szakemberként talán mondhatjuk, most is fiatal persze, és aztán bebizonyította, hogy szervezőként vagy egyesületi vezetőként is nélkülözhetetlen. De amikor tényleg nagy ünnepségekről meg évfordulókról beszélünk, akkor mindig úgy tekintünk, mintha valami már lezárult volna a múlt, hogy visszanézve mekkora dolog, de minden ilyen jövőbeli ünnepséget ugye a pillanatnyi jelenben dolgozók vagy résztvevők tudnak megalapozni azzal, hogy éltetik tovább az egyesületet, és bárki, aki kapcsolatba került valaha az Arakkal, akár mint én újságíróként, szurkolóként, időnként ugye rendezvények résztvevőjeként, azt látja, hogy itt valami elképesztő egységben és tényleg családiasan dolgoznak az emberek, ami a sportban, hozzáteszem, főleg a versenysportban azért nem magától értetődő feltétlenül, hiszen ez azért versenyről is, elvárásokról, kíméletlen munkáról is szól sokszor, aminek azért feszültsége van, ami lecsapódhat viszonyokban, de minthogyha ez így elkerülni az Arakot. Nem tudom, mi ennek a titka? Hú, hát ez nehéz kérdés, mert valóban nem csak törekszünk arra, hogy az eredmények mellett jól is érezzük magunkat a nap 24 órájában, legyen az edzés, legyen az edzésen kívüli idő, legyen az verseny vagy versenyre utazás. Tényleg, akiknek ez a szívügye, akiknek ez a nem a munkahelye, hanem a hivatása. Mi mindig ezt szoktuk mondani, hogy nekünk az Arak nem a munkahelyünk, mert nem tudjuk, hogy most éppen 12 vagy 14 órát dolgozunk az Arakért egy nap. Nekünk ez a hivatásunk, nekünk ez az életünk, és tényleg úgy is éljük ezt meg, hogy nem csak nekünk, benne lévőknek legyen ez jó, hanem egy kicsit irigykedjenek azok, akik kívülről néznek bennünket, irigykedjenek ránk, irigykedjenek a munkánkra, irigykedjenek a tevékenységünkre, és a legfontosabb, hogy egy kicsit irigykedjenek a sikereinkre, mert tényleg versenysportról van szó, teljesítmény nélkül nincs siker, és nagyon sok minden nem látszódik a kulisszák mögött, hogy mennyi tervező, kivitelező, logisztikai munka van abba, hogy csoportok működnek, hogy Arak aktív működik, hogy tesztfutóverseny működik, és nagyon sok nem csak kifejezetten élsportot szolgáló edzések és versenyzések. Hát ez megint csak különleges szintre emeli szerintem az Arakot egyébként tényleg az egész magyar atlétikában, mert amit elmondtál, az valóban tényszerűen felsorolt, hogy a legkisebbek, nem tudom, Arakocska programjától kezdve az általános iskolákat megcélozó Arak aktívon át, ugye az utánpótlás akadémia pedig már a közvetlen utánpótlást képezi, és hát akkor közben olyan klasszisok kerülnek ki, mint Takács Boglárka, aki éppen Orbaszájba dönti meg a legrégebbi női sprinterekordokat, vagy ugye Dani, aki többszörösen a ország leggyorsabb embere, de említhetnénk a korábbi olimpikonokat, bátyádat, Tölgyesi Balást vagy Korányi Balást. Szóval, hogy mintha minden szinten nem csak a munka szervezése lenne jó, hanem az eredmények is igazolnák az Arakot, de nem azért mondom ezt, hogy a zavarba hozzalak, hanem mert még mindig keresem annak a magyarázatát, hogy mindez így együtt hogyan lehetséges, hogy valami egyszerre harmonikusan is, mindenkinek örömet okozva működik, és mellette még sikeres is. Nyilván első és legfontosabb, hogy milyen a személyisége az itt dolgozóknak, és ugyanilyen személyiség formáló és fiataloknak példaértékű, hogy embereket szeretnénk elsősorban nevelni, mert a jó emberek lehetnek jó sportolók. És ahhoz, hogy valaki jó sportoló legyen, tényleg szeretnénk jó emberi mintákkal is szolgálni, ha pedig magunk nem vagyunk azok, vagy nem lehetünk azok, akkor nem tudunk így élen járni a nevelésben, oktatásban, képzésben. Magyarul tényleg
a fiatalok személyisége van a központban, amiből később lesz eredmény és érmek és helyezések, nem pedig mindig minden áron, már fiatalkorban is csak az eredmények, csak az érmek hajszolása, ami aztán később nem fut ki sehova. Úgyhogy mi bízunk abba, hogy 100 év múlva 200 évesként is, mert az arra 200 évesként is lesznek sikerek és eredmények, amiről majd akkor beszámolhatnak. Jó, majd ott leszünk, megnézzük. Az biztos, hogy megvolt tehát a díszközgyűlés, megvolt utána ez a bizonyos 100x100 váltó futás, ahol tényleg a 100 év jegyében ugye a 100 méter pályáján 100 futó adta egymásnak a stafétát, és hát van tervezve egy harmadik nagy esemény, aminek szintén itt volt egy kicsit az alapja, hiszen itt helyeztétek ki először a makettjét annak az emlékműnek, amit szeretnétek majd ősszel felállítani. Ennek most hogy áll az ügye? Szerencsére jól áll, jöttek mind a 100x100, mind pedig a honlapon különböző felületeken elérhető adományozási lehetőségeken, csatornákon keresztül az adományok erre a emlékműnek a megalapítására, és most már tényleg a emlékműnek a kivitelezése folyik, hogy aztán a következő tanév elején, valamikor szeptemberben ezt felolvassuk és átadjuk, hogy aztán minden évben itt meg tudjunk kellő és illő módon emlékezni az elmúlt 100 év nagyjairól. És hát így a beszélgetés utolsó harmadára érkezünk tulajdonképpen az eredményekhez és ahhoz, hogy most mi újság van épp az Araknál. Ugye azt azért még hozzáteszem, hogy a TESZ futást idén is megrendeztétek, nagyon-nagyon sokan voltak, ugye pünköst hétfőn, ez is most már egy olyan tradíció, amit büszkén köthettek a saját nevetekhez, de hát ez ugye a tömegsport része az Araknak. Milyen versenyeredmények vannak, amik ebben a szezonban már így méltók voltak a centenáriumhoz? Hát nyilván volt egy fedett pályás versenyidőszak februárban, ahol több országos bajnoki cím született, ezekre talán akkor beszéltünk is róla, és jó visszaemlékezni, és most is büszkék vagyunk, de bár olimpiai éve van, meg Európa-bajnokság az atlétikában, ez különben egy új keletű dolog, hogy az olimpia előtt 2 hónappal Európa-bajnokságot rendeznek, pont most vagyunk túl rajta, ugye, és szép nem csak magyar, hanem volt fehérvári sikerek is születtek. Úgyhogy emellett azért a mi fő profilunk az utánpótlás. Az utánpótlásban pedig idén U20-as válogatott viadalok, U20-as országos bajnokság, U18-asok részére szintén válogatott viadal, korosztályos Európa-bajnokságok, világbajnokságok és országos bajnokságok vannak, amikre most egy ilyen kvalifikáló időszak van, és pont az ilyen kvalifikációt megerősítendő, illetve ehhez segítő versenyt is rendezünk, éppen holnap pénteken lesz az egyik ilyen verseny, azt követően pedig szombaton vasárnap az U18-asok részére már országos bajnokságot rendezünk, de hogy a 3 nap alatt ne 2 versenyt rendezzünk, a harmadik szombaton délelőtt egy kölyök atlétika fesztivál lesz, ahol a régió összes U10-es és U12-es győztes csapata itt lesz, úgyhogy nyüzsgés lesz péntek, szombat, vasárnap a Bregyóban. Hát igen, mert arról meg még nem is beszéltük, hogy versenyszervezőként és rendezőként milyen elképesztő munkát végez az Arak országosan, sőt nemzetközi szinten. Jó, hogy mondtad a kölyköket, nemrég küldtél egy eredménylistát, talán a legkisebbek válogató, vagy ilyen, nem is tudom, még inkább ilyen atlétikához szoktató viadaláról, ahol szintén születtek fehérvári sikerek, bár ott talán nem is ez az elsődleges mérce, szóval úgy tűnik, hogy az utánpótlásában is jól álltok. Igen, ez nyilván, hogy egy felépített tudatos tervező munkának egyik állomása és rész sikere, hiszen az Arak Aktív kapcsán, amikor megszólítjuk az iskolában lévő fiatalokat és felmérjük őket, akkor nyilván nem egy öncélú folyamat ez, hanem az egyik kulcsmozzanata, hogy a legtehetségesebbek, a leggyorsabbak, a legruganyosabbak, a legállóképesebbek az Arak edzésein megjelenjenek, elkezdjenek versenyekre készülni, és ahogy mondtad, ebbe a korban még nem az érmek száma elsősorban a perdöntő, hanem hogy egy nagy buszba alig fért be az a 11-2-3 éves generáció, akikkel mentünk versenyre, és jó volt különben nézni és látni őket, hogy
csapategységként, közösségként, és aztán versenyzőként is, bár olykor-olykor még gyerekek, úgyhogy van hova fejlődniük, de milyen jól érzik magukat ebben a sportágban. Ja, nagyon érdekes kérdés aztán, hogy amikor felnőnek és elkezdik szállítani a sikereket, vagy amikor igazából jó atlétákat neveltek belőlük, akkor ugye mennyit lehet megtartani közülük, hiszen az utánpótlás akadémiának a hátulütője tulajdonképpen, hogy azért van elszívó ereje a profi egyesületeknek, amelyek esetleg nem a saját utánpótlásukra támaszkodnak. Az előző években is volt azért erre példa, ugye Mátosára volt talán az utolsó olyan nagy klasszis, aki már itt ért el nemzetközi szintű eredményeket, és aztán máshol folytatta tanulmányaival együtt a pályafutását is. Erre mennyire vagytok mostanában még felkészülve, fel lehet erre lenni készülve, hogy időnként ez megtörténik, vagy pedig remélitek, hogy lesz, aki esetleg itt futja be majd a felnőtt pályafutását is? Úgy gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha mind a két verzióra felkészülünk. Mi maximálisan felkészülünk arra, hogy mind humán erőforrásban, mind anyagilag, mind létesítményileg legkevésbé az oktatásra tudunk felkészülni, hogy Székesfehérváron egyetemmel vagy főiskolával segítsük az itt sportolókat, de szeretnénk nekik egy jövőképet biztosítani, hogy ha valaki felnőttként arakos szeretne maradni, akkor tudjon. Erre most felkészülünk, felkészültünk, de arra is fel kell készüljünk, és ez volt a nehezebb az elmúlt időszakban, amikor tényleg a helyi szinten nem lehet a továbbtanulást megoldani, és a főváros vagy a Fehérvárnál nagyobb városok egyetemei főiskolái teljesen érthetően különben elszipkázzák, beszívják azokat a fiatalokat, akik különben sportolnak és atlétizálnak is, és oda mennek tovább tanulni. És igazából örülünk annak, ha nem hagyják abba a sportot, hanem oda menve más ország, vagy más nagyvárosba, vagy a fővárosba folytatják a tanulás mellett a sportot. Ha pedig olyan szinten, hogy még országos csúcsokat is, meg Európa-bajnokságra és olimpiára és világbajnokságra is eljutnak, és univerziádén dobogóra állnak, akkor pedig mi erre meg fogunk büszkék lenni, hogy na, lám, 6-8-10 éven keresztül mi neveltük. Nem mi aratjuk le a babérokat, a gyümölcsöket, de azért az alapokat, a gyökereket igenis mi tettük le, és erre úgy gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék. Említetted, hogy idén is ugye főleg az utánpótlás világversenyek állnak a fókuszban, bár olimpiai évet is rendeznek, sajnos ezúttal nem lesz ott fehérvári atléta, de látod-e a realitását, hogy a jövőben esetleg valaki igen, úgy nem lesz fehérvári, hogy jelenleg arakos nem, mert azért volt fehérvári lehet. A másik kérdés pedig, ami nyilván zárja ezt, hogy az idén melyek azok a világversenyek, ahonnan a legjobb eredményekre számítotok. Én biztos vagyok benne, hogy a mostani utánpótlásunkban is vannak olyan gyerekek, akik 8-10-12 év múlva, olimpiára nyilván 8 vagy 12 év múlva, ha ideális az eset, és 4 évente rendezik a ötkarikás játékokat, akkor képességeik szerint eljuthatnak. Az, hogy arakosként fognak oda jutni, vagy mivel nagyon fontos nálunk, hogy tényleg a gyerekeket nevelve, az életre is neveljük őket, és igenis, mi úgy neveljük a gyerekeket, hogy a tanulás az ugyanolyan fontos, sőt, gyerekkor még fontosabb is, mint a sport, és ebben benne van az, hogy tovább tanulnak, benne van az, hogy érettségi után diplomát szeretnének szerezni, és ha Fehérváron erre moderáltan lehet, vagy nyílik lehetőség, akkor tovább tanulnak. Nyilván a mostani 12-3-4-5 éveseknél még nem tudjuk, hogy ők milyen diplomát szeretnének, az megoldható a Fehérváron, de hogy van köztük olyan képességű gyerek, aki felnőtt szinten is odaérhet, abba biztos vagyok. Visszakanyarodva a 2024-hez pedig, júniusban Besztercebányán lesz egy U18-as Európa-bajnokság, illetve augusztus végén Dél-Amerikában lesz az U20-asoknak egy világbajnokság, ahova a Magyar Atlétikai Szövetség nagyon-nagyon erős szinteket húzott meg, és
dedikáltan kis létszámú csapatot szeretne oda utaztatni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolga van azoknak a 18-19 éves versenyzőinknek, akiknek álmaiba vagy terveibe van idén egy világbajnokság. Négyen vagy öten lesznek U20-as korosztályban válogatottak. Bízom benne, hogy a válogatottak közül egyikük, másikuk kacsingat a világbajnokság szintjeivel is, és van még 2 hónapunk, hogy erre kvalifikáljunk. Köszönöm szépen, hát akkor reméljük, hogy legközelebb jössz, akkor már hasonló sikerekről tudunk beszélni a centenáriumi évben. Így a kedves nézőktől pedig azzal búcsúzom, hogy az Araknak tulajdonképpen, mint lebonyolító, vagy mint önkénteseket adó szervezetnek annyi köze van a Gyulai Memoriálhoz, hogy azért nyilván ebben a stadionban rendezik, itt van Fehérváron, mi is benne vagyunk, és ezt csak azért mondom, mert ugye idén is itt lesz. Jól lehet volt úgy, hogy már elköszön Fehérvártól, de ez a nagyon rangos nemzetközi szinten is kimagasló verseny itt lesz júliusban, úgyhogy kísérjék figyelemmel az ezzel kapcsolatos híreket, és persze szurkoljunk tovább az Arak tehetségeinek is. Köszönöm szépen előd. Én köszönöm. És köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.